Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Ragon Csarita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A kormány aláírta Rosszatommal nemzeti érdek. Új bort gyűjtöttek, régi hagyomány új bor. Átadták a végzősök szalagjait, az idei évben csak egy osztály 16 diák kapott szalagot. Balkáni hangulat a dombóvári szőlőhegyen, a dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat őszi programot szervezett. A paksi bővítés már nem a papírmunkáról, hanem a valódi építkezésről szól. Ennek megfelelően a felek aláírták a következő évekre vonatkozó ütemtervet is, amelynek alapján biztosan állítható, hogy a 2030-as évek elejére már megkezdhetik az új blokkokat termelést, jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pakson. 2023. november 14-én megbeszélést tartott Alekszej Lihacsov, a Rosszatom állami vállalat vezérigazgatója, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Ugyanakkor az energiaellátás biztosítása az egész ország számára a kormány kötelessége, és ezért fontos, hogy növelni tudjuk a függetlenségünket, vagyis csökkenteni tudjuk a kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi energiapiacoktól, hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit, és meg tudjuk védeni a környezetünket. A miniszter úgy vélekedett, az atomenergia az egyetlen módja annak, hogy nagy mennyiségben, biztonságosan, olcsón és fenntartható módon termeljenek áramot. Az ország ellátásbiztonsága nemzeti érdek. Hogyan lehet úgy nagy mennyiségben villamosenergiát termelni, hogy az olcsó legyen, biztonságos legyen, és közben megóvja a környezetünket is, akkor erre a válasz egyértelmű, erre kizárólag a nukleáris energiával van lehetőség. A tárcavezető, a Rosszatom orosz atomenergetikai vállalatot vezető Alekszej Lihacsovval közösen tartott sajtótájékoztatóján üdvözölte, hogy megkezdődött az új reaktorok építése Pakson, és rámutatott, hogy a bővítés ma a létesítési engedéllyel rendelkező legnagyobb nukleáris projekt a kontinensen. Miniszter úr, teljes mértékben támogatom a szavait, amit a világ és egyéb országok jövőjével kapcsolatban mondott. Az atomenergiának nem lesz alternatívája. Jelenleg ez a legstabilabb, legjobban megjósolható és környezetvédelmi szempontból a legtisztább energiaforrás. Ráadásul igazi nemzetközi együttműködésről van szó, hiszen az orosz fővállalkozó mellett több amerikai, német, francia, svéd, osztrák, illetve már 94 magyar céget is bevontak. Ez a két magyar blokk különös figyelmet érdemel a mi részünkről. A Belarus projekt vezetője, Polenyin úr érkezett ide Magyarországra, és a legjobb erőinket fogjuk ide irányítani azért, mert itt a követelmények a magyar vezetőség részéről nagyon magasak. Alekszej Lihacsov vezérigazgató ezen kívül kihangsúlyozta, hogy a 2030-as évek elején várható az átadás. Addigra nem csak a két új blokk és a munkaerő kiképzése lesz kész, hanem a fűtőanyag szállítása is biztosított lesz. Mártonnapi borgyűjtést tartottak Bonyhádon. A magyar nyelvterületen sokfelé elterjedt Szent Márton személyének és a bornak az összekapcsolása. Ekkor kóstolták meg, ehhez kapcsolódik a mondás, a bornak Szent Márton a bírája. Novemberben kezdték meg az új hordókat a gazdák, ekkor került az asztalra épp a liba sült mellé az úgynevezett libásbor, vagy sok helyen Mártonbor, aminek még gyógyító hatása is volt a hagyomány szerint. A mártonnapi és a hozzá kapcsolódó új bor hagyományát ápolták a vármegye több településén, itt többek között Bonyhádon is. Mint a szakértőtől megtudtuk, az új bor hagyománya a régmúlt időkre vezethető vissza. A szamarát kikötött egy szőlő, elhanyagolt szőlőhöz, és hát ezt a szőlőt előtte nem művelték nagyon, hanem ez csak úgy vadon ott el volt, és a szamár állítólag ugye szépen lelágta ezeket a leszőket, és rájöttek az emberek, hogy később ez a szőlő növény sokkal erősebben kezd teremni, és sokkal jobb minőséget tudnak róla születelni. Hát a meccést ide eredeztetik vissza,
ez a néphagyomány, és ez az elmúlt évszázadoknak a története erről. Aki Márton napján új bort nem iszik, egész évben szomjazik, tartja a néphagyomány. Azóta számos területet meghódított az újborok hagyománya, és bár a legtöbb helyen hamarabb is találkozhatunk a pincészetek friss tételeivel, sokan még mindig ebben a pillanatban kóstolnak először barátaik társaságában. Ilyenkor van az az időszak, amikor gyakorlatilag a szőlőben a munkák lezárulnak, és kezdődnek a pincében az aktívabb tevékenységek, ugye ilyenkor már gyakorlatilag a szőlő megpihen, a levelek lombozat lehullott, és gyakorlatilag elkészülnek az új borok, az első fejtése megtörténik, és most már eljutnak egy olyan állapotba, egy olyan tisztaságra, hogy meg lehessen azokat a borokat kóstolni, és gyakorlatilag ilyenkor ülünk össze, és megkóstoljuk egymásnak az idei évi termését. Köllenné Kock Ilona, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a program az előző évben elásott palackbor elővételével kezdődött. Az eseményt a Kránclein Néptánc Egyesület fiataljai szervezték meg, melynek még a kedvezőtlen időjárás sem szabott határokat. A mi környékünk, hogy nagyon sok evangélikus település van, és még ide a Völcsékhez tartozik Mórágy is, és ezek a települések döntő többségben Márton naphoz közelebb eső hétvégén ünnepelték a búcsút. Ez egy nagyon régi szokás, amit az őseink magukkal hoztak Németországból, és amikor a templomot felépítették, akkor egy búcsút tartottak, viszont az 1800-as évek közepén egy császári királyi rendelettel megtiltották azt, hogy dologidőben búcsút tartsanak, tehát egy nagy rendezvény. Így esett az időpont őszre, főleg az evangélikus közösségekben, és a legtöbb helyen a Márton naphoz közeleső hétvégén tartották. Ezt a hagyományt viszik tovább Bonyhádon is. Hagyományosan a báli szezont a szalagtűző ünnepségek és a hozzátartozó bálok nyitották meg. A Tolna vármegyei SC Apácai Csere János Technikum szalagavatóbálya ehhez képest korábban november 10-én a Dombóvári Művelődési Házban került megrendezésre. Idén 16 végzős diák vehette át szalagját. Szalagtűző ünnepségét tartotta a Tolna vármegyei SC Apácai Csere János Technikum végzős osztálya. A rendezvény számos táncpróba és készülődés előzte meg. A jelentős esemény, mert mindenki életében csak egyszer jön el, a Dombóvári Művelődési Házban valósulhatott meg. Azt mondom, hogy nem egyedül vál a Dombóvár ebből szempontból, hiszen minden település számára fontosak a fiatalok. Ma este kicsit rendhagyó módon itt a Művelődési Házban kerül sor az apácai szakközépiskolának a szalagtűzére, gimnázium szalagtűzén már túl vagyunk, az már megtörtént. Nyilván azt gondolom, hogy mindenki figyelembe veszi azt az előző évek tapasztalatit, és egy picit talán előbb voltak ezek a szalagtűzők, mint ahogy megszokott volt, de hát remélem, hogy ez a gyerekek élményéből semmit nem fog elmenni. Remélem, hogy azok a fiatalok, akik ma szalagot kapnak, és nyilván jövőre érettségiznek, azok a tanulmányokat befejezték, Dombóváron próbálnak meg, majd tervezik tovább az életüket, és itt fognak családot alapítani. Ezért mi az önkormányzat részéről mindig mindent megpróbálunk elkövetni, hiszen benne van a szlogenünkben is, hogy megvárni és itt maradni. Remélem, hogy a 18 éves fiatalok ezen a fázison már túl vannak, és ha nem is maradnak, most itt, de vissza fognak jönni Dombóvára. A szalagtűző Lőcze Tibor igazgató ünnepi beszédével kezdődött, majd a 11. osztály is megemlékezett a középiskolai évekről. Az igazgató számos tanács és jó kívánság mellett egy idézetet is elmondott útravalóul a végzős osztálynak. Ma rendezzük a szalagtűző ünnepségünket. Ez egy nagyon különleges nap a számunkra, több alkalomból is különleges nap, mert hogy ez az első alkalom, hogy itt a Művelődési Házban tudjuk ezt megrendezni. És egyben azért is különleges, mert nagyon családias szalagtűző lesz, ugyanis az a helyzet állt elő, hogy egy olyan szakgimnáziumi osztályunk van, akik idén fognak rendes érettségi vizsgát tenni, a többiek még egy évvel tovább maradnak nálunk, ezért összesen egy osztályi gyerek fog érettségizni. Ebből adódik ez, hogy családias lesz ez a dolog. A diákok nagy izgalommal készültek erre az alkalomra. Tanulók, tanárok, szülők együtt ünnepelhették azt a mérföldkövet, amelyhez a végzősök eljutottak. Sokat gyakoroltunk a táncot, leginkább, de egy nagyon jó tanárunk volt, aki nagyon sokat segített. Az ünnepélyes szalagtűzőt egy közös batyusbállal zárhatták a tanárok, diákok és hozzátartozóik. A Garán megrendezett harmadik Nyisztor Bertalanné bukovinai székely népdaléneklési versenyen az izményi gyerekek szép sikereket arattak. A Virág Csokor és a Kis Bekecs gyermekkórusok egyaránt ezüst minősítést szereztek a rendkívül színvonalas országos eseményen.
Hivatalból indult eljárás 2022. szeptemberében a szekszárdi rendőrkapitányságon egy akkor 40 éves helyi férfi ellen, aki a gyanú szerint hosszabb ideje folyamatosan amfetamin tartalmú kábítószert és marihuánát árult a lakásához közeli óvoda környékén. A bizonyítékok alapján a szekszárdi nyomozók 2022. októberében fogták el a dílert, gyanúsítottként kihallgatták, majd kutatást tartottak a lakásán. Több kábítószer gyanús anyagot, növényi törmeléket és fehér port, valamint a porciózáshoz szükséges növényörlőt és digitális mérleget, csomagolóanyagot is lefoglaltak. Mint kiderült, a vásárlók több telefonszámon is leadhatták virágnyelven a rendeléseiket, majd a megbeszélt helyen és időben jutottak hozzá a termékekhez 3500 forint per darabáron. A szekszárdi rendőrkapitányságon befejezték az ügy vizsgálatát, és az iratokat a napokban az ügyészségnek adták át. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület közösen megszervezte a Balkánfest zenés estet. A jól sikerült rendezvénynek a Szőlőhegyi Hegyalja tér adott otthont. A rossz időjárási körülmények ellenére a helyieket mégis sikerült összehozni. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület összefogásának eredményeként megrendezett Balkánfest zenés est rendkívül eseményként emelkedett ki a Szőlőhegyi hegyalja téren. A hangulatot a Mohácsi Badel zenekar által előadott dallamos délszláv zene teremtette meg. Hát abban az abokon ültünk össze nagy reményekkel, hogy ahogyan az előbb is mondtam a horvát szövegben, hogy a Mindenszentek és az advent közötti üres, szürke, hideg időszakban csinálunk itt a Szőlőhegyieknek, de ugye a Dombóváraknak is egy hangulatos Balkánfest szláv muzika, zenét, hogy egy kis jó hangulatot teremtsünk, és hát így készüljünk fel az adventre, mert hiszen ez egy egészen más apropóból fogunk itt összejönni, és egészen más hangulatra készülünk majd nyilván a karácsonyra, tehát magyarul egy jó kis vidám hangulatot itt a hétvégére. Amit közösen csináltunk, ugye, mint Dombóvári Horvát Önkormányzat a Szőlőhegyiek Szőlőhegyiért Egyesülettel, a helyi egyesülettel. De hát, amit mi elterveztünk körülbelül szeptemberben, abból most tulajdonképpen szinte semmi nem valósult meg, mert az utolsó pillanatban kellett ezt a sátrat itt élet fölállítani, hogy védjük magunkat az eső ellen, hiszen prognosztizálták, hogy nagyon nagy eső lesz. Hát meg is jött, ahogy az emberek viszont nem. Nagyon kevesen tudtak így összejönni, mert hát a mai időjárás az katasztrófa volt. Hideg, szél, eső, folyamatos eső, úgyhogy hát talán majd legközelebb. Annak ellenére, hogy az időjárás nem kedvezett, Filákovics Vjekoszláv és Bozsánovics Tamás kiváló művészi teljesítményükkel nem mindennapi élmény nyújtottak a résztvevőknek. Varga Stadler Gábor, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elégedett volt az est színvonalával. Regionális híreink következnek. Hanyatlik a város turisztikai vonzereje, tegyük ismét vonzóvá Pécset, javasolja a pécsi Fidesz. Csok plusz, falusi csok, kormánytámogatás januártól több millió segítség a kisgyermekes, legtöbb baranyai családoknak. Pályaválasztás és álláskeresés, a Baranyai Kormányhivatal rendezvénye segít a keresésben. Pécs turisztikai vonzerejének hanyatlására kívánja felhívni a figyelmet Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakció vezetője. Az elmúlt időszakban ez egyre jelentősebbé és aggasztóbbá válik. A jobboldal célja ismét vonzóvá tenni Pécset, erről tájékoztatta a sajtóképviselőit a kormánypárti politikus hétfőn. Bár a statisztikai számok azt mutatják, hogy jobban áll a város most, mint 10 évvel ezelőtt, ez csak abból ered, hogy minden város és minden turisztikai destináció jelentőset lépett előre a vendégészakák tekintetében. Ugyanis az ország gazdasági teljesítő képessége következtében egyre többen választják a belföldi és a külföldi turisták is az ország egyes területeit pihenésre, ami az országimás pozitív hatásának a következménye. Pécs azonban lemaradt turisztikai vonzerejében, és egyre nagyobb a szakadék a többi nagyvároshoz képest, mondta Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakció vezetője. Sőt, most már nálunk Pécsnél szerényebb, kulturális örökséggel rendelkező városokhoz képest is egyre aggasztóbb a lemaradásunk, különösen egyébként a külföldi vendégészakákat tekintve, tehát ott már például Kecskemét is előz minket, nem csak mondjuk Miskolc, Debrecen vagy Szeged. Tehát ez az egyik probléma, amit látnunk kell, hogy Pécs vonzereje az jelentősen csökkent.
Meg kell nézni a problémákat, amelyek idáig vezettek, csak akkor lehet helyreállítani Pécs turisztikai vonzerejét, hangsúlyozta a frakcióvezető. Az országban egyedülálló negatív példaként Pécs az egyetlen olyan nagyváros, amely nem finanszíroz turizmussal, idegenforgalommal foglalkozó saját céget, tájékoztatott a kormánypárt képviselője. Kényszer megoldásként azt is látjuk, hogy a Városházán hoztak létre egy turisztikai osztályt vagy csoportot, amely azonban az elmúlt évek számai alapján egyértelmű, hogy nem váltotta be hozzáfűzött szakmai reményeket. Továbbá elmaradtak azok a jelentős turisztikai attrakciók, események is, amelyek turisták jelentős tömegeit tudnák Pécsre vonzani, legyenek azok belföldi turisták, vagy külföldről érkező vendégek. Egy stratégia, egy léptékváltásra van szükség, emelte ki Csizmadia Péter. A megoldást az összefogásban, ezen belül is a környező településekkel való összefogásban látja a jobboldali politikus. Elsősorban Baranya turisztikailag jól szereplő, jól menő városaira, Siklós, Villány, Mohács, hogy csak néhányat említsek, de Harkányt is ide lehetne esetleg venni, és közösen kell fellépnünk annak érdekében, hogy a megyeszékhely az megerősítse és javítsa a pozícióit e tekintetben. Pécs jelenleg gyakorlatilag elzárkózik, nincsenek ilyen típusú együttműködések, és mi azt gondoljuk, hogy a Dél-Dunántúl legnagyobb városa, a Dél-Dunántúl település hálózatának a központja, az nem engedheti meg magának azt, hogy ne működjön együtt, és ne legyen partnere a szomszédos településeknek, turisztikai területen is akár. Tehát hiába hangoztatjuk azt, hogy Pécs nyitva, hogyha ez egész egyszerűen a számok alapján és a tényleges helyzet alapján egyértelmű, hogy Pécs jelenleg egy bezárkózott, elszigetelt településként működik. A kitöréshez, a változáshoz megfelelő anyagi erőforrásokat kell fordítani, hangsúlyozta a Fidesz-Pécsi frakcióvezetője. Az idegenforgalmi adót ezért mi kimondottan annak a célnak a szolgálatába kívánjuk állítani, hogy támogassa ezt a fajta megyei klasztert, ezt a turisztikai klasztert és összefogást, másrészt pedig támogatást kívánunk nyújtani azoknak az induló vállalkozásoknak, akik itt helyben turizmussal, városmarketinget szolgálva próbálnak elindulni és próbálnak minél több turistát Pécsre vonzani. Tehát gyakorlatilag a megoldás az abban állna, hogy a szakmai alapot azt megyei szintre helyeznénk, hiszen látjuk azt, hogy összefogás nélkül nem megy. Ami jó a Villánynak, az jó kell, hogy legyen Pécsnek is, és oda-vissza. Tehát egymást kell erősítenünk ezen a téren, ez a szakmai lába. A pénzügyi lába az egy idegenforgalmi adó, amit igenis erre a célra kell fordítani. Ahhoz, hogy minél színesebb legyen a város turisztikai felhozatala és palettája, ahhoz a fiatal, innovatív vállalkozókat is támogatni kell, akik abban gondolkodnak, hogy turisztikával kapcsolatos vállalkozásba kezdenek. Számukra azt a pénzügyi alapot kívánja megteremteni a pécsi jobboldal, ami az induláshoz szükséges. Ezáltal Pécs turisztikai vonzereje ismét megnövekedhet, hangsúlyozta Csizmadia Péter. Kiváló lehetőségek nyílnak meg 2024. januárjától a kisgyermekes családok előtt. A CSOK Plusz és a Falusi CSOK lehetőségeiről adott tájékoztatást Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke kökényben. Brunner Tarkó Tímea két gyermekes családanya. Azt mondja, kökényi házuk szigetelésére vették fel a férjével együtt a Falusi CSOK-ot. A szigetelésre szerettük volna igénybe venni a Falusi CSOK-ot, úgyhogy örültünk, hogy van erre lehetőség, hogy ide költöztünk és igénybe is tudtuk venni. A legfrissebb népszámlálási adatok szerint Baranyában csökkent a népességszám. Ezért is jelent nagy segítséget Dél-Dunántúlon Baranyában a kormány januártól bevezetendő új családtámogatási rendszere. Ettől remélhető, hogy elkezd majd növekedni a népességszám. A Pécs melletti kökény népszerű, a kormány korábbi támogatásának köszönhetően növekszik a lakosság száma. Érezhetően emelkedett a lakosság száma településen, egyre többen és leginkább fiatal családok döntöttek úgy, hogy itt képzelik el a jövőjüket, és itt alapították meg az otthonukat. Zömmel már nagy családosok, illetve családtervezés előtt álló fiatal párok vásárolták meg itt az eladásra váró családi házakat. A lakosság összetételét tekintve azt lehet mondani, hogy nagyon sok gyerek van most a településem. 14 éves korig én azt hiszem, hogy körülbelül a lakosság teljes
összszámához nézve 20%-os a gyerekek száma most. Ez érezhető rendezvényeinken is minden egyes alkalommal. A magyar kormány a háborús gazdasági helyzet és az inflációs nyomás ellenére is minden támogatást és segítséget megad a Magyarországon gyermeket vállaló és gyermeket nevelő családoknak. Ez pedig nagy segítség Baranya szerte. A kormány januártól Európában is egyedülálló módon támogatja a gyermekes családokat, mondta Őri László, Baranya vármegye elnöke. Csok plusz program keretében 15, 30, illetve 50 millió forint kedvezményes hitel lesz elérhető a fiatal pároknak 3%-os fix, nagyon kedvező kamatozási környezetben, és a csok rendszere is megújul, amelynek részeként az egy gyermeket vállalók 1 millió, a két gyermeket vállaló fiatal családok 4 millió, három gyermeket vállaló családok pedig 15 millió forint támogatást kaphatnak, amely kombinálható a csok plusszal. Azt gondolom, hogy ez a januártól elérhető családtámogatási rendszer, amely Európában is egyedülálló módon támogatja a gyermekvállalást, az alkalmas lehet arra, hogy Baranya kisebb települései iránt is nagyobb legyen az érdeklődés, és a fiatalok olyan méltó új otthonokat tudjanak vásárolni és teremteni ezzel a kormányzati támogatással, amely vonzó lehet számukra. Baranya legtöbb települése számára elérhető az új családtámogatási rendszer. Merre induljanak tovább az általános iskolások a végzés után? Milyen képzéseket, szakmákat oktatnak a baranyai intézmények? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ azok a fiatalok, akik ellátogatnak a Pécsi Tudásközpontba. Itt nyílt meg az a kétnapos pályaválasztási rendezvény, ahol képet kaphatnak a diákok a vármegyei lehetőségekről. Szerdán pedig állásbőrzére várják a már végzett munkavállalókat ugyancsak a Tudásközpontban. A pályaválasztási nap megnyitója a Pécsi Tudásközpontban hétfőn délelőtt. Iskolák, képzőhelyek mutatják be a standokon, hogy mit kínálnak a fiataloknak. Eljöttünk a Cserepka iskolával, nekik is van fönn standjuk, viszont nagyon szívesen néztem meg a művészetinek a standját, és kérdezősködtem, viszont maradok Cserepkás szívemben. Erik azt mondja, a sport most a legfontosabb, de zenével is szeretne foglalkozni. Barátja más területen képzeli el a jövőt. Én legfőképpen vendéglátás és ilyen területeken próbálok, szeretnék elhelyezkedni. Jelenleg is ugye ilyen helyeken dolgozgatok. Dolgoztam kint külföldön egy hónapot, Ausztriában, ott is a vendéglátásban, de szeretném megpróbálni a jogot is. Andor a Radnótiba jár, és az iskola standjánál arról beszél az érdeklődőknek, hogy miért jó választás ez az iskola. Vanna a szakmai napok, ami arról szól, hogy céget alapítunk 10-be, amit egy zsűrinek elő is adunk, és ha továbbítunk a következőbe, egy szakmai vásáron kell részt venni, ahol el kell adni a terméket, amit gyártottunk. Karosszéria lakatos villanyszerelő, CNC programozó, illetve forgácsoló, de akár divatszabó is lehet, aki a pécsi Angster szakképzőben jelentkezik, derül ki a képzési listából. Több ágazatban képeznek itt szakembereket. A speciális gép és járműgyártás ágazat, az elektrotechnika és elektronika ágazat, a gépészeti ágazat, itt a gépészeti ágazatnál az előbb nem is említettem, hogy itt a heggesztő, az épület és szerkezet, lakatos, illetve az ipari gépész szakmákat szoktuk még preferálni. Azon túl, amit az előbb is említettem, a gépi és CNC forgácsoló, illetve a CNC programozó mellett. A Pécsi Református Kollégium standjánál megtudtuk, hogy átvették a Sejei Szakképzőiskolát, jövőre pedig a Bói Montenuvót is ők fogják működtetni, miközben bővítik a képzési választékot. Például a Sejje iskolában az erdészet fele, vagy a vízügyi munkatárs fele, vízügyi képzéseik, informatikai képzéseink lesznek oktatás ágazatban, és szeret nyitni. És ezen kívül a Bói iskolában pedig a turisztika, a vendéglátásban, az egészségügyi, a szociális ágazatban szeretnénk nyilván azért módosítani és bővíteni, mivel hogy a Református Egyháznak ilyen fenntartású intézményei is vannak. A baranyai kormányhivatal szervezte a pályaválasztási napot. A főispán azt mondja, sikeres a rendezvény. Ez a 29 iskola, aki ma itt bemutatkozik, ezt én már egy sikernek gondolom. Az időzítés sem véletlen, hogy november közepén rendezzük, hiszen az általános iskolát befejező 8-os diákoknak november 30-áig kell eldönteniük, hogy hova mennek
tovább tanulni középiskolában. Hétfő és kedd a pályaválasztás előtt álló fiataloké, majd a szerda már az álláskeresőké a Pécsi Tudásközpontban. Az elmúlt hónapokban, hetekben talán a külföldi álláskeresők járták be a politikai közgondolkodást, de szeretnénk elmondani, hogy mi itt Baranyában a közel több mint 10 000 regisztrált álláskeresőnek kínálunk itt ma állás lehetőséget, és az is egy nagyon komoly szám, hogy 40 munkáltató fog itt állást kínálni. Ez azt jelenti, hogy Baranyában van még munkaerőtartalék, és hála Istennek van munkaerő ajánlat is. Mi a héten, a szerdai napon ezt a kettőt szeretnénk összehozni. Az érdeklődők a teljes vármegyei ajánlati listát megismerhetik a pécsi állásbörzén. Pályaválasztási napot pedig még csütörtökön Szigetváron, pénteken Mohácson tartanak a kormányhivatal szervezésében. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. A kormány aláírta Rosszatommal nemzeti érdek. Új bort gyűjtöttek, régi hagyomány új bor. Átadták a végzősök szalagjait, az idei évben csak egy osztály 16 diák kapott szalagot. Balkáni hangulat a dombóvári szőlőhegyen, a dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat őszi programot szervezett. Szerdán egy erőteljesebb hideg front alakíthatja az időjárást, az ország nagy részén már kora reggeltől megerősödik, többfelé viharossá fokozódhat az északnyugati szél. A legerősebb széllökések a délelőtt folyamán. Az Észak-Dunántúlon várhatóak, ezek elérhetik a 80-90 km/h. Nyugat felől országszerte felszakadozik, lecsökken a felhőzet. A kialakuló napsütést időről időre felhő átvonulások zavarják meg, melyekből elszórtan futó záporok fordulhatnak elő. Éjszaka már csak az ország északnyugati dél-keleti irányú középső sávjában fúj élénk szél, délnyugaton és északkeleten legyengül a légmozgás. Csillagfényes, illetve gyengén és mérsékelten felhős területek váltakoznak, zápor már nem valószínű. A szélcsendes tájakon párásság köd képződhet. Friss hírekkel legközelebb szerdán jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!